valahol annyi energiája volt ehhez az élethez, hogy én csak csodálni tudtam. Rettenetesen aktív volt, és nem bírt egy helyben maradni. Pici, apró, törékeny, szeretetteli, végtelenül érzékeny, kicsi nő. Hihetetlenül természetes lény volt. Nagyon jó volt a memóriája, és így nagyon okos volt. Zsuzsa nem szerette könnyű dolgokat, nem szerette az olcsó dolgokat, ő mindenért nagyon keményen megdolgozott. Édesanyámat nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen tipikus házi asszonyt. Zsuzsában volt egy ilyen kiáradó szeretet. Ehhez idő kellett, amíg ezt valaki felfedezi. A nyitottság azért benne volt anyukámban a kezdetektől, a nyitottság a világra, ami szerintem egy nagyon nagy érték. Számomra egy csoda volt, aki Lázár Ervin musája. Nagy hadakozások között élünk együtt. Őről is csak azt tudom mondani, hogy nagy szerencsém, hogy találkoztam vele. Nem akartam író lenni. Én 20 éves koromban kezdtem el írni. Ezt én soha nem tudom elmondani, viszont megírtam novellába, hogy volt ez, és tulajdonképpen miféle kicsúszott a lábam alól a föld. Egyetemistaként éreztem, hogy nem ott vagyok, ahol kellene lennem. Az a világ, amiben felnőttem, érvénytelenné vált, és valószínűleg ezek hozták ki ezt a különös állapotot, hogy semmiféle kommunikációs lehetőségem nem volt. Tehát nem voltam olyan lelkiállapotban, el tudtam volna mondani ezt valakinek, csak leírni lehetett, és ezek voltak az első írásaim. Lázár Ervinnel, férjemmel irodalmi élet kapcsán ismerkedtem össze. Az élet és irodalomba vittem be egy kéziratot. Mindegyikünk más világból jött. Ugye ő Rácegresről, én egy kisvárosból, és néha azt vettük észre, hogy nem igen érti egyikünk se, hogy mit beszél a másik. Ugye mi még középiskolában nem tanultunk filozófiát, és mikor elvégeztem az iskolákat, akkor vettem észre, hogy bizonyos értelemben nincs talaja a lábam alatt. Tehát nem szabadna így felnevelni embereket, hogy a világ keletkezésével, a Istenhez való viszonnyal, elfogadom, nem fogadom, hogy így nőjenek fel emberek. És ebbe a furcsa összevisszaságba próbáltam a magam útját kialakítani, és bizony nagyon nehezen ment. Én amikor 20-25-30 éves voltam, semmi nem érdekelt, ami nőkkel kapcsolatos. Valahogy úgy alakult az életem, középiskolában úgy jártam, hogy azt hiszem, hogy mikor érettségiztem, már csak 10 voltunk lányok. Akkor utána elmentem a Vegyipari Egyetemre, ott minden 5. évfolyam társam volt lány. Utána elmentem üzemújságírónak, ott is inkább férfiak voltak. És mikor megszületett például a Fruzsina lányom, akkor nem tudtam a döbbenettől magamhoz térni, hogy én nekem leánygyerekem születek, hát mit kezdek én egy leánnyal? És mikor már saját családom lett, hogy akkor fogtam fel, hogy hát ez óriási szamárság, egy női létezéshez hihetetlenül gazdag, hihetetlenül szép, és talán ez a bűntudat is belejátszik, hogy erre csak olyan 30-40 éves korom között jöttem rá. Én nem szoktam itthon dolgozni, nem tudok. Nekem ki kell szakadni az otthoni környezetből ahhoz, hogy leüljek és azzal foglalkozom, amit szeretnék megírni. Úgyhogy itt az íróasztalom, itt pedig a számítógépem. Mióta könyvtárakban van számítógép, azóta már a számítógépes részét is az írásnak ott tudom csinálni. Elképzelhetetlen volt számomra, hogy a lakás egyik felében Lázár Ervin dolgozik, a másik felében én, és esetleg zajlik a nap megszokott élete, és én ebben próbálok meg itthon valamit írni.